Testvérek, hallgassuk meg azt az ígét, ami alapján majd szeretnék közöttetek és értetek szolgálni. Az ige hirdetésben Pál apostolnak a második korintusi levelében az 5. fejezet első versét találjuk megírva. Olvasom, de velem együtt lehet olvasni a kivetítés segítségével. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, a mai Isten tiszteletem az új kenyérért való hálaadásról és az államalapításról, a nemzetté válásunkról fog szólni az igemagyarázat. Ennek az az oka, hogy az elmúlt napokban önökkel együtt, én is veletek együtt nagyon sok ünnepi gondolatot olvastam, ünnepi beszédet hallottam, magam is egy pár szót szólhattam. És képzeljétek el, vannak ilyen pillanatok, vannak ilyen időszakok, amikor szinte kumulálódnak, összeadódnak bizonyos fogalmak, amelyek régebben vagy korábban nem voltak így összekötve, összekapcsolva, és ilyen visszatérően, mint egy vezérmotívum, át és átjárta, átlengte az elmúlt napokban a közgondolkodást. Ez három megfelelő és szívünknek kedves szó volt, ami odaillett az ünnephez. Az egyik a ház, fűtés, világítás, fenntartás, a másik az otthon, és a harmadik pedig a haza. Tehát még egyszer, ház, otthon és haza. Ez a három fogalom volt, amivel az elmúlt napokban nagyon-nagyon sokat találkoztunk, és én úgy gondoltam, hogy kérdezzük már meg a Bibliát, hogy mit mond ezekről. Hát először is mit mond a házról, a házunkról, mit tanít a Biblia? Hát a ház, hogyha definiálni kellene, akkor azt mondanánk, hogy épített hajlék. Nem tudjuk, ki volt az első építőmester, aki házat épített magának. Azt tudjuk, hogy a Bibliában, a Noé történetben egyébként a napokban olvastuk, közelebbről, az 1 Mózes 7-ben, tehát elég hamar jelenik meg a Bibliában, először ez a szó, hogy ház, amit egyébként héberül bétként kell mondani, és ha máshonnan nem, akkor a Bétlehem, Betlehem, azaz kenyérnek háza, vagy éppen Bétel, Bétél, Istennek a hajléka. Szóval ezekből a városnevekből biztosan ismerős. De már is itt van a szinoníma, a ház meg a hajlék. Melyik volt korábban? Hát természetesen a hajlék. Ez az ősibb szavunk, mert ez a szó jelzi, hogy az ember, aki ki volt téve a külső körülménynek, a természeti világnak, mindenféle támadásának, arra vágyott, hogy valami a feje fölé hajoljon, boruljon, hogy ne essen rá az eső, a hó, vagy ne égesse szénné a nap. Tehát a hajlék az az ősibb. A ház és a hajlék mindenképpen egyfajta biztonságérzetet jelentett az ember számára. Később aztán a hajlék fölé, milyen beszédes a magyar nyelv, oldalfalakat is építettek, hiszen egy idő után már nem csak fölülről jöhetett a veszedelem, hanem oldalról is. És tulajdonképpen, amikor a hajlékot oldalfalakkal is körülvették, onnantól kezdve lehet igazából háznak nevezni az épületet. És ez már egy állandó pontot jelentett a világban. Mert egy hajlékot, ami lehet, hogy egy sátor, lehet, hogy néhány fa, rönk, amit aztán körbe lehetett keríteni néhány gyolcs anyaggal,
azt össze lehetett szedni, el lehetett vinni. De amikor már megépítették a házat, hát akkor az már egy állandó pontot jelentett a világban. Sőt, egy idő után az ember vágyódott arra, hogy legyen egy ilyen pont a világban, legyen egy ilyen hely, az állandóságnak a helye. Ugye ismerjük a mondást, az én házam, az én váram. Ugye eljutunk odáig, a hajlékból, az összetákolt fedő rendszertől, egészen eljutunk odáig, hogy az én házam, az én váram, én vagyok a király, ez megmozdíthatatlan, megrendíthetetlen, ezt el nem lehet tőlem venni.